Választási győzelmének 50. évfordulójára emlékezett, vagy pontosabb lettem volna, ha azt mondom, hogy 50. évfordulóját ünnepelte a Független Kisgazdapárt a Budapest sportcsarnokban. Ezen a napon elég sok minden kiderült, és elég sok minden elhangzott a sportcsarnokban. A nagygyűlésre meghívást kaptak más ellenzéki pártok vezető személyisége is, közülük azonban csak az MDF-től jelent meg Boros Péter volt miniszterelnök, illetve a Nemzeti Szövetségben is részes Samsola György és Balaton Péter. Miközben a közönséget ifjúsági néptánc együttes szórakoztatta, azt tudakoltuk az előző kormány fejétől, hogy miért jelent meg egy másik párt politikai nagygyűlésén. Ezen nap a 1945-ös választások és választási siker 50. évfordulója. Nem a Kisgazdapárté, a választási, ahol a Kisgazdapárt mindenki meglepetésére és a nagy többség örömteli meglepetésére ugye győzött, 57%-ot ért el, és én, mint középiskolás tagja voltam a Független Ifjúságnak, és bősz plakátragasztásokkal és egyebekkel vettem részt 50 évvel ezelőtt. A politikai nagygyűlés a himnusz hangjaival vette kezdetét, majd Faddi Ottmár ferences rendi atya mondott a gyűjtőhatású szónoklatot. Ki szeretne ezt a hazádnak nekem, édesanyám! Bántják, édesanyámat bántják! Ne bántsd a magyart! Sok mindent szeretnék mondani, majd még fogok, mert meggyógyultam. Megfogadtam, hogy nem erőszakkal, senkit nem vagyunk felakasztani, senkit még megverni sem, méltatlan, de hogy úgy ullok hozzá. De kisöpörjük őket! Ha a Kisgazdapárt az, aminek mondja magát, Isten az a család, és Szent Isványi alkotmány, és Szent Korona, és Szűz Mária, és Krisztus Erkölcs, hogy ezt meg tudjuk tenni, adom áldásomat erre a közösségre, minden magyar ebben a hazában és a határon túl, minden magyarra, és minden becses emberre, mert aki nem áll oda Isten törvényei mellé, nem kapaszkodik. Jézusban, szűzanyában az elveszett. Bár tegnap már sokan elvesztek, ma még többen, de jó napjuk nincs azoknak, senkinek, aki Isten törvényei nélkül akar fejlődni, akar mit tud csinálni. Lezülleni, rabolni, majuságban megírtam, egy parancsot fogadjunk meg, megmerik fogadni. Ne lopj! A nagygyűlés jó előre beharangozott napirendi pontja volt a Független Kisgazdapárt új politikai programjának meghirdetése, illetve írásos formában való közreadása. Dr. Tordján József pártelnök azzal indokolta a választási, illetve kormányprogramnak is alkalmasnak tartott dokumentumok közreadását, hogy véleménye szerint a jelenlegi kormánykoalíció felbomlik, s így 1996-ban előrehozott választásokra kerül majd sor. A pártelnök szerint ezen a választáson a kisgazdáknak éppen akkora méretű győzelmi esélyük van, mint 50 évvel ezelőtt, amikor is mintegy 58%-os választási eredményt ért el az FKGP. Nekünk ahhoz, hogy egy új Magyarországot építsünk fel, a teljes rendszerváltással is járó, teljes generációváltást végre kell hajtanunk. Tordján József beszéde mintegy 3 órán keresztül tartott, és abban a pártelnök az új programra hivatkozva több politikai ígéretet is megfogalmazott. Így ígérte az ország gazdaságának a növekedési pályára állítását, adómérséklést és újra megállapodást a nemzetközi pénzügyi szervezetekkel. Az FKGP ezen kívül nagy ütemben mérsékelni akarja az inflációt, csökkenteni a munkanélküliséget, illetve javítani a fiatalok életlehetőségeit. Emlékeztetném önöket arra, hogy a külső államadóság a keletkezését illetően a kommunizmushoz kötődik. Egyik oldalról a kommunista társadalom rendszeresen szitta az imperialistákat, másik oldalról meg remegve tartották a kezüket, hogy tegyenek bele pénzkölcsönt. Amikor elérte a 22 milliárdos a dollárt ez a tartozás,
akkor beszüntették a kölcsönök folyósítását, a kommunista hatalom arra kényszerült, hogy a hatalmat megossza, részben átadja. Ilyen körülmények között a külső államadóság keletkezése egyértelműen a kommunista társadalomnak felróható, és külön ki kell arra térnem, hogy az én megítélésem szerint Németh Miklós személyes felelősség terheli azért, hogy ő a külső államadóság elengedése ügyében semmiféle kezdeményezéssel nem ér. Megszületett a kisgazdák gazdaságpolitikai koncepciója, vagy talán annál több, inkább a program. Dr. Szabadi Béla a gazdaságpolitikai kabinet vezetője volt, a legfőbb kidolgozó, ugye ezt mondhatom. Meghívtuk a stúdióba dr. Vértes Andrást, a Gazdaságkutató RT elnök vezérigazgatóját. Szabadi úr, elfogadja őt a dolgozat opponenséül? Igen, elfogadom, hogy ne, hiszen előzetesen ebben már megállapodtunk. Igen, úgy tudom, önök dolgoztak is együtt, tehát nincsenek között harag, vagy ilyesmi, ugye? Így van, a Gazdaságkutató Intézetben több menetben is, többször is, összességében több mint 10 évig dolgoztunk együtt. Tehát itt két közgazdászról van szó, két szakemberről, akit gondolom politikai kérdések különösebben nem izgatnak. Itt most a leírtakról kellene ugye beszélni. Ha megengedik, belekotyognék annyiban, hogy felvetnék egy-két kérdést, ami egy kívülállónak szemet szúr. Ugye sok mindenről van szó ebben a programban, de a legtöbb, amit például az újságok is kiemeltek, az tehát például a lakásépítés vagy a nyugdíj emelés egyrészt növeli a kiadásokat, másrészt pedig az adórendszer megváltoztatása és így tovább csökkenti a bevételeket. Ez tehát minden tekintetben sok kiadást jelent. Ellentételezi-e, és bocsásson meg először, Vértes urat kérdezem, ön szerint ellentételezi-e a program ezt a sok-sok kiadást? Ez a program számos olyan elemet tartalmaz, amivel én személy szerint egyetértek, ezzel szeretném kezdeni. Például ilyen kérdések, a lakás, fejlesztés és nagyon sok minden más lehetne sorolni. A fő nehézség ilyenkor mindig az, hogy valóban összhang van-e a javasolt különböző kedvező irányú, társadalmi szempontból kedvező irányú lépések és a gazdasági egyensúly követelményei között. Én úgy látom, hogy sajnos itt most nincs összhang ebben a jelenlegi elképzelésben. Mekkorának látja a differenciát? Hát ezt nagyon nehéz megmondani, hiszen ez a program ez nem konkrét számokat, nem abszolút konkrét törvénytervezeteket, vagy nem abszolút konkrét lépéseket tartalmaz természeténél fogva, tehát egy ilyen program soha nem ilyeneket tartalmaz. De áthidalhatónak látja a különbséget, tehát csekélynek, vagy alapvetően áthidalhatatlanak? Én úgy látom, hogy elég nagy gond van itt, hiszen az állam bevételeit illetően ez a program mind az áfa, tehát a forgalmi adókat illetően egy csökkenéssel számol, a személyi jövedelemadó bevételek reál értékét illetően szintén csökkenéssel számol, a társadalombiztosítási járulék egyébként általam is helyeselt csökkenésével számol, tehát számos olyan lépést tesz, ami a bevételeket csökkenti, a másik oldalon meg nagyon erőteljesen próbál infrastruktúra fejlesztés irányába menni, például hazai forrásokból.